A Martonvásári Kutatóintézetben a klímaváltozás hatásait szárazföldi körülmények között számítógépes szimulációval vizsgálták, mivel a természetben a kísérlet nehezen kivitelezhető és költséges lenne. Szimulációs vizsgálataink eredményei szerint a 2050-es évekre az őszi búza termése akár 20%-ot is csökkenhet, amennyiben az agrotechnika és a fajták nem változnak. A növények számára a legfontosabb környezeti tényező a hőmérséklet, a víz és a levegő széndioxid tartalma. A klímaváltozás mindhárom tényezőre hat. A feltételezések szerint emelkedik a hőmérséklet, a csapadékeloszlás egyenetlenné válik, a légköri széndioxid koncentráció 2100-ig megduplázódik. Ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását tesztelik a növényházban, az úgynevezett fitotrómban. A kísérletek első szakaszában a kamrák némelyikében kétszeres légköri széndioxid koncentráció mellett nevelték a növényeket, vagy különböző hőmérsékleten, de volt, ahol a talaj nedvesség tartalmát állították be különböző mértékben. Azt tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet emelkedés az csökkenti általában a biomassa produkciót egy bizonyos határon túl. A legtöbb kísérletet őszi búzával végeztük. Ugye általában minden növénynek, így a búzának is van egy hőmérséklet optimuma, amely során a optimális növekedést, fejlődést mutat. A vizsgálatok során kiderítettük azt, hogy vannak olyan fajták, amelyek a hőmérsékletre érzékenyebbek, vannak olyan genotípusok, amelyek a szárazságtűrésre. A genotípusok között lényeges különbségek vannak. Később a tényezők együttes hatását vizsgálták. Nagyon meglepő eredményt kaptunk, mert egy bizonyos mértékig a légköri széndioxid koncentráció növekedés ellensúlyozni tudta a hőstressz, illetve a szárazság stressz negatív hatását. Ez azt jelenti, hogy a globális klímaváltozással kapcsolatos eltérések közül nem mindegyik kedvezőtlen, hanem ezek a tényezők együttesen hatnak majd, hogy pontosan milyen irányba, ezt még most nagyon nehéz meghatározni. Bár a széndioxid táplálék a növények számára, mégsem minden növénynél ellensúlyozta a szárazság stressz és a hőstressz hatását. A növénynemesítés során aztán kiválasztják azokat a szülőket, amelyek a megváltozott körülményekhez jól alkalmazkodnak, és párosításukkal egyre kiválóbb fajtákat hoznak létre. A nemesítés hosszú folyamat, eltarthat 14 évig. A keresztezésnél fontos szempont a termés mennyisége és minősége is. A nemesítés korai szakaszában gyors vizsgálattal döntik el, melyik búza minősége kiválóbb. Ebben a laborban vizsgálják például a szem keménységét. A másik laborban azt állapítják meg, hogy melyik búzából milyen tészta készíthető. A sütőipari tulajdonságoknak a meghatározására nemzetközileg elfogadott szabványos módszer a Brabender farinográf, amely a tészta dagasztása közben regisztrál egy görbét, tehát jellemzi a tésztát, a tészta stabilitását, tészta nyújthatóságát. A búzafajták szelekciója tehát már megkezdődött. Hogy mikorra jön létre a klímaváltozáshoz kiválóan alkalmazkodó fajta, azt azonban még nem tudni, hiszen a változás nem ismert még pontosan. Már most tudunk olyan martonvásári őszi búzafajtát a termesztők számára ajánlani, amelyek megfelelő fagyállósággal rendelkeznek, és az eddig előforduló szárazságot is jobban tűrték a többi fajta átlagánál. Úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő rövidebb távon, tehát 10-15-20 évben talán az egyik legfontosabb szempont a vízellátottság lesz, tehát valószínű, hogy a csapadék a vegetáció időszakban, tehát április-május-júniusban, amikor a legtöbb csapadékot igénylik a őszi kalászosok, ez kevesebb lesz az optimálisnál, tehát mi erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy szárazságtűrő genotípusokat, vagy legalábbis az átlagnál szárazságtűrőbb genotípusokat hozzunk létre. Természetesen a búzából kaktuszt nem lehet csinálni, és hogyha egy olyan mértékű felmelegedés vagy változás adódna a klímánkban, amire azért nagyon kicsi az esély,
akkor át kell gondolni az egész termesztési stratégiánkat. De még egyszer mondom, hogy erre nagyon kicsi az esély.